Köszöntök minden kedves nézőt, ez most egy nagyon-nagyon rövid kis vlogos szerű bejelentkezés lenne, mindenféle vágás és vágókép nélkül. Ahogy láthatjátok a címből, egy nagyon picit szeretnék beszélni a Max Verstappen elleni versenyemről és a Forma 1 hivatalos esportjáról is, hogy mindenkit informáljak, ne csak így live-okban, mert ott nem mindenki tud ott lenni. Először kezdeném Max Verstappennel. Ugye már a legtöbb néző tudja a csatornámon, hogy május 1-én lehetőségem nyílt arra az eSport1.hu szervezésével és az M4 jóvoltából is, hogy versenyezhessek Max Verstappen ellen a Forma 1 2017-es játékával egy részítbe, ami számomra egy hatalmas élmény volt, mert ezelőtt még soha életemben nem találkoztam semmilyen versenypilótával, és Max Verstappent én megmondom őszintén nagyon-nagyon szeretem, igaz Vettel drukkerként ugyanakkor sokszor mérges is vagyok rá, mert elég sokszor azért összeakadt a német bajnok és a holland tehetség, de mindenképpen óriási élmény volt és nagyon sokan kérdeztétek, hogy milyen volt emberileg, és én erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó volt. Nem volt sajnos sok időnk, összesen 12 percet töltöttünk azt hiszem együtt, és utána hirtelen a kollégái elkezdték rángatni ide-oda, mert rengeteg interjút adott, rengeteg magazinnak is, amit nem feltétlenül közvetítettek egyből élőben, de nagyon-nagyon jó volt vele beszélgetni, annyiról beszélgettünk igazából, hogy ahogy a játékokkal, amikkel szokott játszani, mondta, hogy inkább akciójátékokkal játszik, ezen kívül mondtam, hogy milyen gyorsan megszokja és hogy mennyire ügyes, és természetesen gratuláltam úgymond az eddigi pályafutásához, és ő is így egy ilyen alap beszélgetésben alap válaszokat adott, csináltunk együtt fotót, stb. Pacsiszkodtunk és ilyenek, szóval számomra ez egy mindenképpen egy óriási élmény volt, erről igazából annyival többet nem tudok beszélni, mert ti is láthattátok tévében az adást, vagy ha esetleg nem tudjátok, hogy most hol lehetne azt visszanézni, akkor elmondom, hogyha beírjátok azt a YouTube-ba, hogy Bereznai Dani Max Verstappen ellen, akkor ki fog adni egy magyar videót, I.S. Máté töltötte azt hiszem fel azt a gyakorlatilag a teljes tévéadást. Ezek mellett a külföldi csatornámra, aminek a neve Formula Dani, ilyen 3 perces összefoglaló videót csináltam, ami szintén az M4 adásának és a eSport1.hu adásának a felhasználásával történt. A második dolog, amiről ebben a videóban beszélni szeretnék, az ugye a hivatalos eSport, amit már live-okban pedzegettem, hogy én ebbe bejutottam, és többnyire ezért sem volt videó, meg a kis érettségi miatt sem volt videó, amit ugye 11-be írunk az én iskolámba, igazából pár jegyet kapunk érte, de semmi komoly, csak hogy legyen valami tapasztalatunk, igazából ilyen érettségiszerű. Arra tanultam, mert sok tételt kellett megtanulni, és ezek mellett, ahogy említettem, néhány másodperccel ezelőtt igazából a hivatalos F1 e-sportra is nagyon-nagyon készültem, és abba bejutottam a legjobb 9 játékos közé, ugyanis 4 forduló van, minden fordulóban a legjobb 3 jut tovább minden platformról, szóval összesen 9, és én már az első fordulóban bejutottam, és még van 3 darab forduló hátra, szóval összesen majd 36-an leszünk, plusz a tavalyi évből az első 3 helyezett az automatikusan bejutást nyer, szóval összesen 39 pilóta fogja megmérettetni magát majd a hivatalos Forma 1-es e-sporton, ami ilyen július környéken lesz, és az egésznek a lényege az az, hogy igazi Forma 1-es csapatok fognak fizetéssel, meg mindennel hivatalos szimulátorpilótát gyakorlatilag maguknak fogadni az e-sportosokból, vagy hivatalos e-sport pilótát, mert azért ez a játék még nem teljesen szimulátor. És nyilván erre nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, és bejutottam, de ahogy mondtam, még van hátra 3 forduló, és az egyik forduló például ma lesz PC-n, amit én szeretnék közvetíteni egy live keretében, szóval ebben a videóban úgymond be is jelentem azt, hogy 9 órától ma, azaz május 8-án azt hiszem, a videó elkészítésével megegyező napon lesz egy live, és holnap is lesz live, azaz 9-én is, azaz kedden és szerdán is live lesz ugyanúgy 9 órától, és szeretném ezt a hivatalos e-sport versenyt leközvetíteni, mint egy ilyen magyar kommentátor, mert angol közvetítés van Twitchen, de magyarul semmilyen közvetítés nincsen, szóval úgymond átvenném ezt a szerepet is, és tegnap is nagyon-nagyon sokan összegyűltünk, 300-an is néztétek a live-ot, amit nagyon-nagyon szépen szeretnék megköszönni, de sajnos technikai problémák miatt, amit nem én okoztam, hanem a Codemasters-esek valamit elrontottak, sajnos az a verseny elmaradt, szóval utána elmentünk ide a nézőkkel együtt multizni, de ma a PC-n valószínűleg mindenképpen meg lesz tartva ez a verseny, szóval ez mindenképpen ilyen felhívó videónak is szántam, hogy gyertek oda, nézzük együtt a live-ot, kommentekbe beszéljük ki, hogy kiknek szurkoltok esetleg, kiket ismertek, mit gondoltok az egész Forma 1 és az e-sport jövőjéről, szóval igazából erről szerettem volna beszélni, meg erről szerettelek volna titeket informálni, jönnek majd a karrier epizódok, jönnek majd a live-ok, az új gép az már nagyon
nagyon-nagyon közel van, támogatásaitok miatt már úr internet is nagyon-nagyon közel van, csak a gép előtt nem szeretnék feleslegesen internetet fizetni, mert a gépem amúgy sem bírnál a magasabb renderettségi minőséget, mert igazából még nem az internet korlátozza le a live-ot, hanem a gépem, de amint jobb lesz a gép, utána már az internetnek is ugye jobbnak kéne lennie, hogy hirtelen sokat emelkedjen a live-ok minősége. Szóval igen, ebben a videóban ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy élveztétek ezt a kis információcsomagot. Ha mindenképpen rányomtok egy like-ra, azt én nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Írjatok le esetleg további kérdéseket, vagy amikről live-ban beszélhetek majd a komment szekcióba, és köszönöm szépen, hogy velem vagytok. Sziasztok!